odaállok a Szalonta és Sanyi bicikli elé. Ezelőtt azért 20-30 évvel, amikor én is versenyző voltam, milyen bringát láttunk volna, nem hittük volna, hogy ez létező valóság. Az előbb itt Révész Máriusz kérdezte, hogy vajon hány ilyen bringa lesz ezen a pályán, remélem, hogy több száz fog majd ott állni sorban, és mindenki majd a saját bringáját akasztja le edzés előtt, hogy bringára pattanjon. Ez a kerékpársportnak, sőt igazán az egész magyar kerékpározásnak az ünnepe. Nagyon-nagyon hosszú ideig folytak az előkészületek, hogy legyen Magyarországon is végre egy fedett bringapálya, egy fedett fapálya. A Kerékpáros Szövetség 2014 óta gyűjtögeti a sporták fejlesztésre fordítható összegeket, 2014 óta, és sikerült is összegyűjteni közel 350 millió forintot, hogy megvalósuljon Magyarországon is egy velodrom. A Kerékpár Szövetség és kormányzati pénzből fog elkészülni ez a velodrom. Azért tartom ezt fontosnak, mert a telek, amin ez a velodrom épülni fog, az a Kőbányai önkormányzati. Kőbányai önkormányzat ezt rendelkezésre bocsájtotta, és volt egy olyan elképzelés, hogy a Kőbányai önkormányzat szempontjából is ez fontos, és 2019-ben 100 millió forintot a Kőbányai önkormányzat félretett arra a célra, hogy ezt a velodromot meg lehessen építeni. Most tudjuk azt, hogy a Kőbányai önkormányzat is sok más önkormányzathoz hasonlóan nehezebb helyzetbe került, de nem is volt arra a pénzre már szükség, nem is tudta volna a Kőbányai önkormányzat kifizetni, mert a Kőbányai önkormányzat helyett a kormány mindent vállalt. Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy itt Kőbányán teljes politikai konszenzus van abban az ügyben, hogy ezt a létesítményt fel kell építeni, és én azt hiszem, hogy ha ez el fog készülni, akkor mindenki nagyon fog örülni, hiszen itt a Sportligetnek egy újabb égköve lesz ez a velodrom, és egész Magyarországról a legjobb pályakerékpárosok ide fognak járni. És mint hogy mondtam, a pálya lesz egy 200 méteres pályakerékpározás, de a közepén lesz egy nagy terület, és azt beszéltük meg Eisenkramer Károlyékkal, hogy ezt a területet próbáljuk arra használni, hogy a közlekedés biztonság területén a gyerekeket tovább képezzük, ne csak elméleti vizsgát tegyenek le, hanem biztonságosabban is tudjanak majd közlekedni. És hogyha itt még egy kicsit kitekintünk, akkor azt látjuk, hogy ebben az évben meg fog épülni itt nem messze a kerítésen kívül egy hatalmas bringapálya, egy hogy hívják, pumpapálya, bringapark, és igazából ez a terület ez egy fantasztikus kerékpáros paradicsommá válhat, és hogyha megnézzük, hogy milyen beruházások történtek itt, futókör, talán lesz még görpark is, akkor igazán elmondhatjuk, hogy ez a terület itt a Sportliget Kőbánya, de azt is mondhatom, hogy Budapest egyik legnagyszerűbb helyszíne lesz. Én azt láttam Belgiumban, hogy ezeket a pályákat azonban nem csak profi kerékpárosok használják, hanem kibérlik cégek rekreációs jelleggel a munkatársaiknak, és lesz valószínűleg lehetőség itt is arra, hogy amatőr, hobbisták is megpróbálnak végigmenni ezen a pályán, ami első körre egy kívülállónak elég ijesztőnek tűnik, mert rendkívül meredek a kanyarnak a dőlésszöge, de bízom benne, hogy nagyon sok amatőr sportoló is ezt a pályát fogja tudni használni. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a területe, ez a pálya ez Kőbányára került. Sokan azt gondolják, hogy biztos azért történt ez, mert kőbányai a kerékpározásért felelős kormány biztos, de mindenkit tájékoztatnom kell erről, hogy ez nem így van, hanem ezt a döntést, ezt a kerékpáros szövetség hozta. Nagyon sok helyszínt vizsgáltak, de a legpozitívabb hozzáállást azt itt tapasztalták az önkormányzat részéről. Nem tudom, tudják-e, hogy a századfordulón, már mint a 19.-20. századfordulóján 21 kerékpáros pálya volt Magyarországon. Igaz, ennek a legnagyobb része döngölt föld vagy agyag pálya volt, de jól jelzi, hogy milyen népszerű volt a kerékpározás, a kerékpárversenyzés akkoriban Magyarországon. Amikor arról beszélünk, hogy a millenáris velodrom a magyar sport bölcsője, ezt általában azzal összefüggésben szoktuk emlegetni, hogy ott rendezték az első komoly labdarúgó mérkőzést. Hát azt gondolom, hogy most mi jövünk. A labdarúgás egy jó sport, szeretjük a focistákat, de most már a kerékpársport következik, és ennek konkrét tárgyasult formáját fogjuk itt látni ennek az évnek a végén. A kerékpározás népszerűsége Magyarországon ma, ahogy kormánybiztos úr is említette, páratlan. Mindenki szeret biciklizni, kicsik, nagyok, idősek, fiatalok,
valamilyen formában, jó formán minden magyar biciklizik, nem tudom, tudják-e, ma itt 9,7 millió élünk Magyarországon, abból 6,5 milliónak van saját kerékpárja, és további 1 millió ember hozzáfér valamilyen kölcsönözhető kerékpárhoz. Amikor arról beszélünk, hogy velodromot építünk, akkor talán sokakban felmerül egy kérdés, hogy hát ez olyan keveseket érintő, nem sok mindenkit érintő dolog, minek építeni több száz millió forintért valamit, amit 5-6 versenyző, 8-10-12 versenyző fog használni. Hát nem 8-10-12 versenyző fogja használni, hanem egyrésztről a pályaszakágon kívül a kerékpársport összes többi szakágában aktív sportolók számára fontos ez, hogy legyen egy olyan létesítmény, ahol nem csak ősszel-télen, nem csak az időjárási viszonyok miatt, hanem hogy ezt a szakágat is kipróbálhassák, ebben a szakágban is próbára tehessék magukat, ebben a szakágban is végezhessenek edzésmunkát. Ma már a kerékpársport nem úgy néz ki, hogy egy versenyző egyetlen egy szakágban tevékeny. A gyerekek nyilvánvalóan attól függően, hogy mekkorák, meg hogy végül az adottságaik alapján mire bizonyulnak alkalmasnak, jóformán minden szakágat kipróbálnak, és ez így is van jól, és a Magyar Kerékpáros Szövetségnek az is a szándéka, hogy ez így legyen. Tehát ehhez is nélkülözhetetlen egy ilyen létesítmény. Hogy mennyire nem luxus, vagy mennyire nem extra egy ilyen létesítménynek a léte, arra hadd mondjak megint egy példát. Belgiumban van egy város, Gent, akkora, mint Debrecen, 250 ezer lakosa van, 2 velodrom van benne. Tehát ezek a létesítmények szolgálják a helyi lakosság, a helyiek és általában a budapestiek szórakozását vagy kikapcsolódását is. Úgy képzeljék el, hogy egy ilyen létesítménynek a bejáratánál van egy napokra lebontott és órákra lebontott használati rend, amiben az üres sávokban, üres sávok alatt azt értjük, amikor a versenyzők, az élsportolók, a klubok nem használják, vagy a válogatott versenyzők nem használják, akkor a hétköznapi emberek ugyanúgy bemennek oda munkaközi szünetben, vagy hétvégén egy órát, vagy másfelet, vagy kettőt biciklizni, mint ahogy ma természetes a számunkra az, hogy elmegyünk egy futópályára, vagy elmegyünk egy úszodába valamilyen egészségmegőrzési célból. Kerékpárra jöttél? Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Kőbányán mi valóban akkor szoktunk tekerni, amikor jól esik, és akkor is tekerünk, amikor esik. Rémész Máriusz kormánybiztos úr azt mondta, hogy egy ünnepre jöttünk össze. Egy ünnepre, a kerékpárosport ünnepére. Azt gondolom, hogy kicsit szélesebbre is nyithatjuk a gondolatot. A mozgás, a sport, az egészség ünnepére jöttünk össze, hiszen egy olyan álom megvalósulásához közeledünk, amely álmot közösen szövögetünk már évek óta. Hiszen a Kerékpáros Szövetség elnökével, Karcsival, Máriusszal talán 4 esztendővel jártunk Belgiumban, és tanulmányoztuk azt, hogy egy önkormányzat részvételével hogyan lehet ilyen intézményeket létrehozni, és örömmel vágtunk bele ebbe a tervbe, ennek a tervnek a megvalósításába, hiszen egy olyan helyszínen vagyunk, amely a sport szolgálatára hivatott. Szó esett már arról, hogy itt futókör szolgálja a sportolni kívánókat, épülni fog a közeljövőben egy kerékpáros pumpapálya, de a Sportligetben helyezkedik el kőbánya úszodája is, amelyet a közelmúltban újítottunk föl, mint egy 3 milliárd forintért. Sportpályákat építettünk, műfüves focipályákat, kosárlabdapályákat, tehát az egész területet a sport szolgálatába állítottuk, és nem csak a versenysport, hanem a lakossági szabadidősport szolgálatába, és egy önkormányzat életében a versenysporton túl azt gondolom nagyon fontos kiemelni, hogy olyan létesítményeket szükséges építenünk, vagy azokat kell elsősorban támogatnunk, amely mindenkinek a mozgását tudja szolgálni. A velodrom pedig a reményeink szerint ilyen lesz, hiszen ennek láttuk a példáját, jó példáját szerte a világban. Az álom közelében vagyunk, én nagyon drukkolok, hogy ez a 270 napos határidő tartható legyen, bízom benne, hogy sikerülni fog, és ígérem azt is, hogy a kőbányai önkormányzat egyéb területrendezéssel és a Sportliget fejlesztésének folytatásával támogatni fogja mindezt.
Szeretném kiemelni még a beruházás kapcsán, hogy a sporton túl nagyon fontos szerepet látok abban, hogy itt a közlekedésbiztonsági nevelés fontos terepe, szintere is megjelenhet, hiszen látjuk azt, hogy a kerékpározás milyen dinamikusan fejlődik. Nem csak mint sport, hanem mint fontos közlekedési eszköz, a szabadidő eltöltésének remek eszköze megjelenik az életünkben, és nagyon fontos, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban biztonságos körülmények között elsajátítsák a kerékpározás alapjait, azon túl pedig az alapvető kressz ismereteket. Márpedig szükség lesz rá a jövőben Kőbányán bőven, hiszen közel 1 milliárd forintot fordíthatunk arra, hogy a kőbányai belső kerékpáros úthálózat továbbfejlődjön, illetve elérhető közelségbe került az a kerékpáros fejlesztés is, amely a Rákospatak mentén a 17. kerületi szakaszt összekötné a zuglói szakasszal a kőbányai hiányzó területen. Ugye a bringasport, a kerékpározás töretlenül fejlődik, számos fejlesztés előtt állunk, bízom benne, hogy a ma ismertetett fejlesztés ezt nagyon jól fogja szolgálni. Örülünk, hogy Kőbányán valósul meg mindez. Kőbányának, Budapestnek, Magyarországnak azt gondolom nagy hasznára fog válni. Ami a kezemben van, az egy fadarab. De nem akármilyen fadarab, hanem egy darabka abból a fából, amivel borítani fogják a pályát, ez az a futófelülete a pályának. Ez a pálya része lesz, ilyen műből lesz a gerendák a pályán majd, tehát ezt itt lehet nyugodtan fotózni. Ez fogja tartani a pálya szerkezetét. Mert kiválasztottuk a pályát borító sátor, hiszen egy sátor lesz, tudjuk, nem egy épület, ennek a borítását. Egyébként a színválasztásnál azért elmondom, mi volt a szempont. Messziről nézve, amikor repülőgépről nézik majd ezt, akkor oldalról piros, ez messziről fehérnek fog látszani, és a zöld ugye pedig egy piros-fehér-zöld színvilágot fog tükrözni a pálya. Mennyit ér ez a bicikli? Hát ez többféle fajta tuning van rajta, amúgy ez már nem a legújabb, ez úgymond az elavult verzió, de újkorában egy olyan 4,5-5 millió forintot ért. És hol edz? Hol tekel? Nincs Magyarországon pályakerékpáros pálya? Hát tegnap fölmentünk a millenárisra, ami már használhatatlan és életveszélyes. Évekkel ezelőtt is már nagyon rossz volt, de most már annyira négyzetesen romlik az állapota, hogy ez a pálya, így fogom a naptárba húzogatni a napokat le, hogy tényleg mikor tudunk már rajta edzeni. Uh-huh. Akkor, amikor az időjárás nem ilyen, hanem mondjuk -5 fokon, akkor egy pályakerékpáros hol tud Magyarországon? Hát egy pályakerékpáros sehol nem tud edzeni, mert ugye olyan intenzitással kéne, 180-as pózussal kéne menni köröket, hogy azt kint a -5 fokban a hideg levegőn nem tudod kivitelezni. Uh-huh. És akkor mi a megoldás? Hát nekem az volt a megoldás, hogy Sopronból átjártam Bécsbe, én ezt egyedül bevállaltam, hogy átszervezem az életem, leköltözök, kiveszek egy albérletet, mert nekem annyira fontos volt a sport, hogy ezt megoldottam magamnak. De hát egy csomó versenyző nem fog leköltözni, egyedül főleg nem fog leköltözni, több száz kilométerre, 200-ra, 300-ra, mindegy. Hát télen annyit lehet még csinálni, hogy ugye elmenni edzőtáborokba olyan nemzetekhez, esetleg beférkőzni, akiknek van pályájuk és felett pályájuk. Ez nagyon nehéz, nagyon jó kapcsolatot kell ápolni, hogy ez sikerüljön. Nekem helyjel közel ez sikerül, de más nem nagyon megy el ilyen edzőtáborokba.